A fehér oroszlán hármasikrek születésével kezdődött a 2017-es bébibum, aztán szinte minden héten ritka és különleges állatok jöttek világra, jó olyan olyan tenyészpároktól, amelyek az Európai Fajmegőrzési Program keretében élnek a Nyíregyházi Állatparkban. A két nőstény és egy hímivarú kölyökkel együtt így már hat fehér oroszlán látható a sóstózóban. Ritka félmajom, sárga szakálos maki is napvilágot látott a parkban. A Magyarországon csak itt élő maki csapatot a tavaszi nyári időszakban a park vendégei testközelből is láthatják, hiszen jó időben a maki erdőben laknak, ahová a látogatók is beléphetnek az állatok közé a Nyíregyházi Állatparkban született először takimborjú Magyarországon. A különleges külsejű patás állatok leginkább tulokszerű állatnak tűnnek, ám a genetikai vizsgálatok alapján a kecskeformákhoz tartoznak. Mivel természetes élőhelyeiken állományuk folyamatosan csökken az orvadászat és az erdőértások miatt, a Természetvédelmi Világszövetség sebezhetőként tartja számon, az Európai Állatkertek Szövetsége pedig törskönyvi program keretében ben szaporítja a ritka állatokat. Nyár derekán egy hím és egy nőstény perzsa kölyök látott napvilágot a parkban, négy hetes korukban estek át, életük első állatorvosi vizsgálatán. A Nyíregyházi Állatpakt nagyon fontosnak tartja, hogy különféle fajmegőrzési programokban részt vegyen. Éppen ezért 2009-ben csatlakozott a Perzsa Páduc programhoz. Ennek keretében született egy hímállat, és ehhez a hímhez helyeztek ki a tavalyi esztendőben egy nőstényt. Az ő szerelmű gyümölcseként idén világra jött egy ikerpár, nagyon fontos a számunkra, hiszen nagyon jó genetikai állományjal rendelkeznek ezek az állatok. A Perzsa Páducok a közel-kelet igazi különleges ragadozó úszói mindösszesen 1000-1200 egyedéből a természetben, és igazi ritkaságnak számítanak állatkertekben is, hiszen összesen százan találhatóak meg zártartási körülmények között. A park Ázsia élővilágát bemutató területén két héten belül két-két pupu tevecsikó jött a világra. A picik különlegessége, hogy amíg az anyállat barna színű, ők apjuk fehér színét örökölték. A tarzanösvényén a grévi zebráknál is kétszer kopogtatott a gólya. Egy hónapon belül két grévi zebra nőstény is életet adott egy-egy apróságnak. Szép gyarapodott az állatpark benet családja. A tízfős csapatból öt nőstény erszényében zsebi Baba figyelt. A Viktória házban császárbajszú tamarinok születtek, már ismerkednek a külvilággal, az anyjuktól egyre távolabb merészkednek a bajuszos majmocskák. A Nyíregyházi állatparkban a két csöpség világra jöttével hétfős lett a császárbajszú tamarin csapat.